Itt is látszik, nézzék, piros zászló. Itt a vége most átmenetileg. Itt a vége, és akkor viszont lehet örülni egy kicsit. Ó, kiesett már kez is. Úgy látszik, hogy ő is elcsúszott, Gábor pedig akkor jelentős mértékben előre lépett, és ugye a leintés pillanatában lévő sorrendben indulnak majd a versenyzők. Gábor pedig jelen állás szerint akkor ugye a 7.-8. helyen haladt, tehát onnan rajtolhat körülbelül. Nem lehet tudni, hogy hányan csúsztak ki. Itt Márquez bukása. Ő is kiesett. Az előző verseny dobogósa. Na hát akkor imádságai meghallgattattak. Jó, Raúl. Én most már azért óvatos lennék az esővárással, mert... Az biztos, hogy szárazon sok esélye nem lett volna Gábornak arra, hogy itt nagyon előre lépjen. Bradley Smith, hihetetlen, amit az angol egyébként csinál ebben az évben. Hiába gyors, hiába úgy, de nagyot esett. Ez nem ő, hanem amiben igaz Vázquez. Valamelyik Blues-Nez Aprilia, Efraim Vázquez, így is van. Így van. Hát akkor hárman is kihullottak Talmácsi Gáborék elől. Visszaállhatnak valószínűleg a versenyben, mert itt takarítják nagyon a motort, mert hogyha ugye az az eredmény számít, hogy az teljes befejezett kör, ami a leintés előtt volt, tehát ha minden igaz, akkor Bradley Smith az első helyről vághat neki majd a versenynek. Itt van még egyszer. Óriási esett Bradley Smith. Esélyesen volt arra, hogy megfogja a motort. És egy kicsit meg is sérült szerintem Smith, ott lehetett látni, hogy felsegítették, hogy hát mindenét fájlalja, nem hiszik el a boxban, hogy mi történik. Itt próbálok számolgatni, szerintem a harmadik, negyedik jelentős bukás a Bradley Smithnek ebben az évben. Hiába gyors, hogyha rendszeresen bukik. Tehát ugye itt ebben most azért erőteljesen belejátszott nyilván jó. Az eső is. Természetesen, de hát azt mondjuk neki azért érezni kellett volna. Tehát ugye a tendencián ezen nem változtat. Igen, azt éreznie kellett volna, hogy egy kicsit érdemes lassítani a versenyt, de elképzelhető, hogy nem tudja folytatni, mert szerintem ennél a bukásnál, ennél a hatalmas esésnél megsérült. Hát látszik, hogy össze-vissza van ugye szakadva a hája. Úgy kell betámogatni, nézzék. A lábát fájlalja, vagy a csípőjét ki tudja. Keményen odavágódott az aszfaltra, nézzék. Fogja a kormányt és onnan fordul át. És nem is nagyon tud igazán védekezni, csak csúszik. Lehet, hogy egy pillanatra el is vesztette az eszméletét, mert nem úgy tűnt, mint aki tudja, hogy mit csinál. És... Stefano Favaro és az Aspar csapat tartott röpke megbeszélést. 11:45 perckor lesz majd az új start, az új rajt. 5 kör. És 11:30-kor lehet majd nyitják ki a kapukat. Hát most akkor van egy kis időnk. Itt van Talmácsi Gábor, aki szerintem azért ugyan nem úgy néz ki, de egy picit örül. Mert hát összerázódik a mezőny, Stefano Favaro, Gábor menedzsere. És hát ugye, ahogy mondtuk, az esőben ő volt a leggyorsabb, a reggeli szabad edzésen. Hát kérdés, hogy most valóban eső lesz-e, valóban vizes lesz a pálya. Közben a képekről ugye még mindig nem derül ki teljesen egyértelműen a számunkra, hogy van-e, vagy lehet-e beszélni komolyabb csapadékról, de inkább afelé hajlok így ezt látva, hogy nem. Tehát, hogy nem lesz sorsdöntő változás. De ugyanakkor újraindul a rajt, és Talmácsi Gábor előbbről indulhat, mint a legelején, tehát azért abban bízhatunk, hogy mégiscsak jót hoz neki ez a újraindítás. Gábor mennyire szereti az ennyire kiélezett helyzeteket? Ez a versenyzés, ez hozzám van szokva, ebben bízhatunk, hogy neki nagyobb a rutinja, mint a többieknek. Itt mindenképpen számít a rutin. Hajrá, Gábor! Hát akkor ennél jobb végszót én sem tudok, talán hamarosan majd már ismét a pályán szurkolhatunk neki. No, hát az elhangzott kérdésekre néhány válasz. Tehát egyrészt Talmácsi Gábor azért sokkal nem tud előkelőbb helyről rajtolni, sajnos vagy nem sajnos, mint a verseny, a normál verseny kezdetén, mert a 11. helyről vág neki majd az 5-körös folytatásnak. Az első pedig nem esik, tehát akkor, amikor leintették a futamot, akkor valóban esett, szakadt, de ez csak egy átmeneti, 1-2 perces dolog volt, és most már valóban olyan a pálya, mint volt. Mindenki ott van a rajtrácson, kivéve Márquezt, aki nem tudja folytatni a futamot. Vázquez. De Efraim Vázquez mutatták nekünk az előbb. Igen, Vázquez, igen, tehát egyedül ő az, aki nem tudja folytatni a futamot. A többiek ott lesznek majd a folytatásra. És akkor minden ugyanúgy zajlik, mint ahogy zajlott 11 órakor. Ki van írva, de pont azt nézem, hogy nincs, nem állott a negyedik helyen, és ott az ötödik helyről induló versenyző sem áll fent a rajtrácson. Én Márquezt láttam, itt van. Sandro Cortese sem indul el ezek szerint? Lehetséges, Márquez is ott van a rajtrácson. Stefan Bradl a hetedik, Emmanuel Corzé, és itt van Talmácsi Gábor a 11. helyről, de hát ugye fokhíjas volt a rács.
tehát azért ez kedvező, mint amit a számok mutatnak. És hogy abban biztosak lehetünk, hogy Gábor motorja azért nem lett sokkal jobb az elmúlt negyed órában, sajnos, ezt most ki kell mondani. De az talán számíthat plusz helyeket és plusz pontokat, hogy Gábor most azért egy rutinosabb versenyzéssel följebb zárkózhat. Nem nagyon volt esélye arra, hogy bejöjjön az első nyolcba az alapversenyen, most már így kell mondanom, lehet, hogy az idei év így folytatódik, akkor már lesz egy alapverseny, és lesz egy ráadás. Ott nem volt esélye, itt most igenis van esélye. Bradley Smith pedig a sérülés ellenére, a bukás ellenére ott van rajta a cselején. Ugye figyelniük kell nagyon a pilótáknak, mert ugye attól, hogy nincsenek itt ezek a bizonyos versenyzők a rajtrácson, attól még mindenkinek arra a helyre kell felállni, ami hivatalosan az övé az új rajtlista szerint, tehát nem lehet elfoglalni a megüresedő pozíciókat, és hogyha valaki rossz helyről vág neki a versenynek, akkor ki is zárhatják a futamból, vagy beintetik áthajtásos büntetésre. Úgyhogy nagyon észnél kell lenni ebből a szempontból is. Ott láthatjuk Talmácsi Gábort, Olivier Bianco és Égerter mögött. Hogy került oda Stefano Bianco? Én azt hiszem, hogy azért, amikor elkezdett az eső, akkor többen lelassítottak, és volt, aki merte és tudta is tartani a tempót, és ezért néhányan, akik mondjuk Gábor mögött voltak, előrébb kerültek. Itt lehet látni, fog ki a sajtácsot, és hamarosan kezdődik a második futam. Gyakorlatilag a 9. helyről vág így neki Talmácsi Gábor. Nézzük meg, hogy tud neki vágni a második futamnak. Ott Márquez szépen jött el. Jannone is be tud húzódni, de Bradley Smith az, aki megint elsőként fog fordulni. Hoppá, ott Tito Rabat volt az, aki morcosan kezdte a futamot, és Gábor emiatt most visszacsúszott jelentősen, ugyanis az egyik Hispáran KTM-et, valószínűleg Koyamát is majdnem meglökte, és ezzel Gábort is megijesztette. Igen, de a belső éven tud előzni, itt lehet látni Talmácsi Gábort valóban a 13.-14. helyre visszacsúszott, de most 2-3 helyezést előrébb tudott lépni. Hát nagyjából ott van, ahol a rajt pillanataiban volt, egy kicsit visszább csúszott, egy ilyen 2 helyet, 3 helyet, ugye 10-11. Hely környékén látom Gábor. Ó, Bradley Smith visszacsúszott már, és Nicolas Terol vezet Jannone mögött a harmadik helyen, Olivier jön fel, és Sandro Cortese, aki tehát ott volt ugye a rajtrácson, aki még benne van itt ebben a nagy csetepatéban a második helyért. Gábor nem kapta el jól a rajtot. Itt lehet látni, hogy a pályán néhol azért komolyabb nedvességfoltok találhatóak, ki is kerülik a versenyzők, hogy ne csúszanak el. Szóval nem kapta el jól a rajtot Gábor itt az utolsó ötkörös versenyen. De már most... 9. helyen van, ott Márquezt előzte meg, és Jannone jön előre közben. Korzi is ott van, nagyon szoros itt a mezőny, de hát ugye most rajtoltak csak el itt a második futamon. Rabatot próbálja megelőzni Talmácsi Gábor, de egyelőre marad mögötte. Itt van Gábor, most is egy helyet előrébb lép, Rabatra tapad, ott hibázott mellette valaki, meg nem mondom, hogy ki. Minden esetre Gábor a csúszás követően most már jön fölfelé, lépeget fölfelé, egy újabb előzés. Jól van, így jó lehet, Rabat van előtte, és Korzi is, de meg lehet őket előzni. Öt kör, egy mini verseny, ahol Gábor egyáltalán nem áll rosszul, Rabatot is megelőzi. A belső íven halad, és újabb pozíciót javít Talmácsi Gábor. Joan Olivier közben átveszi a vezetést Nico Teroltól. Rabat visszaelőzte Gábort a következő kanyarban, ott egymással vannak elfoglalva. Ugye amikor életében először dobogóra állhatott Olivier, akkor Simone Corzival, Terol csapattársával volt nagy harcban tavaly Törökországban. Nem tudom, hogy van-e déjà vu érzése Gábor az ötödik helyen Corzi mögött, aki most előzés átveszi a harmadik helyet Sandro Cortesétől. Fantasztikusan jól.